A betegségek és sérülések miatt rengeteg hiányzóval felálló szombathelyi haladás a BFC Siófok csapatát látta vendégül hétfő este a 2020-as év utolsó hazai bajnokián. Nagy elánnal kezdtek a gárdák, de az első 20 percben nem forogtak veszélyben a kapuk. A 26. percben Doktoricsot rántották le a 16-os előterében, a veszélyes helyről járó szabadrugást Rácz csúnyán fölé durrantotta. Keményen, harcosan játszott a haladás, a Siófok nem tudott komoly helyzetet kidolgozni. Az első félidő hajrájában Rácz lépett ki két védő gyűrűjében, éles szögből leadott lövését vetődve hárította Hut Wagner, így a szünetre maradt a 0-0-ás állás. A térfélcserét követően hamar megszerezte a vezetést a szombathelyi haladás. Medgyes a bal oldalról tört be a 16-oson belülre, jó ütemben passzolt Németh Márióhoz, aki 6 méterről okosan a kapuba pöckölte a labdát. Pár perccel később siófoki lehetőség. Dals Bence ballal Rózsa kapuja mellé bombázott. A 65. percben 2-re növelte előnyét a haladás. A házi gólkirály Medgyes egyegyezett védőjével, majd elemi erővel kilőtte a rövid felsőt. Ez volt a szombathelyi támadó szezonbeli 10. találata. 3 perccel később szépíthetett volna a Siófok, ám Elek közeli fejesén előbb Rózsa mutatott be óriási bravúrt, majd Csillus mentett a gólvonalon, így maradt a 2-0. A hajrában már nem változott az eredmény. A szombathelyi haladás tartalékosan is le tudta győzni a Siófok gárdáját, így biztosította a 6. helyét a tabellán. Gondolom, hogy ez egy igazi csapatmunka volt. Azt nem mondanám, hogy könnyű volt, hiszen az első fél időben nagyon magasan kitolta a védekezés a Siófok, és gondunk akadt ugye a labda kihozatalra, de a fél időben bementünk, átbeszéltük a dolgokat, és ahogy kijöttünk a második fél időben, szerintem így kell minden meccset kezdeni, hiszen 2 gólt tudtunk rúgni, és nagyon örülök, hogy megnyertük a mérkőzést. A 2020-as év utolsó mérkőzését vasárnap a Szolnok vendégeként vívja a szombathelyi haladás.